Két új oktatási központa a PTL-nek, elméleti és gyakorlati tudás gyarapít. 60 éve tört ki a forradalom, egész évben 56-ra emlékeznek Pécset. Hétvégén Pécs Harkány 32-szer, 500 egyéni, több mint 100 váltó és 40 kerékpáros nevezés eddig. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják március 1-én kedden, tartsanak velünk! Két új oktatási központját adták át a PTL-nek. A dr. Enz Béla klinikai oktatási központ az elméleti, a szimulációs oktatási központ a gyakorlati tudás megszerzésében nyújthat hatalmas segítséget a pécsi orvoskar hallgatóinak. Az ünnepélyes átadón Ónódi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár is részt vett. Tudományos módszer, amit a leggyakrabban alkalmazunk, de ez tényleg kell gyakorlat. Tehát nem képzett ellátó kezében az újraélesztésnél. Tehát nyilván látszik, hogy ugyanúgy emelkedik, süllyed a mellkas, csak ez valamivel biztonságosabb. Itt éppen két műszer, egy hagyományos és egy korszerűbben végzett vizsgálatot hasonlítanak össze a bemutató során az új szimulációs központban. Ez a PTE általános orvostudományi karán a MediSkill Lab szimulációs oktatási központ néven segíti majd az orvostan hallgatók és orvosok képzését, manuális készségeinek fejlesztését. Életű helyzetekben szerezhetnek gyakorlatot. A Skill Labor a beteg biztonsága érdekében működik. Kéne megteríteni többször az intenzív osztályt, erre lesz segítség a Skill Labor, és nagyon örülök annak, hogy az elmúlt évben már átadtuk a Honvéd Kórházba Budapesten, aztán Győrben, most pedig itt. És el tudom azt is mondani, hogy 2 milliárd forint értékben az összes vidék egyetemen lesz majd Skill Labor átadás, vagy Skill Labor fejlesztés, bocsánat. És azt is el kell mondanom, hogy az NKK számára, tehát az NKK számára 4 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre fogban szintén azért, hogy a összes oktató kórházban, akinek van egy egyetemes szerződése, Skill Laborokat fejlesztünk. A másik a dr. Enz Béla klinikai oktatási központ, melyet a megújult PTE Janus Pannonius klinikai tömbterületén hoztak létre. A pécsi orvosképzés színvonalának növelését szolgálja, mely a legmodernebb oktatási követelményeknek is megfelel. 350 millió forintból készült el az előadó és a 4 szemináriumi terem. A fejlesztések iránti igény kormányzati szintekig jutott el, így sikerült olyan forráshoz jutni, amelyből megvalósíthatták terveiket. És a közelmúltban kaptuk a hírt, hogy többek között, és ebben a legnagyobb arány az orvosképzés fejlesztése lesz, a Pécsi Tudományegyetem az idegen nyelvű képzés fejlesztésére egy 24 milliárdos forrás lehetőséghez jut, amiért persze még külön-külön majd meg kell küzdeni, és mindez a Modern Városok program keretében, tehát nyilvánvaló együttműködve várossal és a környező bennünket körülvevő társadalommal. A klinikai oktatási központ 375 fő befogadására alkalmas. A 170 fős nagy előadó mellett két nagyobb 50 és 60 fős, illetve két 40 fős és egy 15 fő befogadására képes szemináriumi terem van. A korszerű audiovizuális eszközpark segítségével az oktatás egy időben akár 280 főnek is biztosítható. Az ünnepélyes átadó keretében az Enz család nevében Enz László egyetemi tanár ajándékozta meg a PTL-t egy Enz Bélát ábrázoló mellszoborral, mely a patológiai intézetet gazdagítja ezen túl. A ritka betegségek világnapját ünnepeltük a hétvégén, minden esztendő februárjának utolsó hétvégére esik ez az ünnepség. A témában mai vendégünk dr. Meleg Béla professzor, aki a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Genetikai Intézetének az igazgatója. Szeretettel köszöntöm. Mit is nevezünk igazán ritka betegségeknek? Milyen fajta betegségek tartoznak ebbe a megnevezésbe, ebbe a csoportba? Több nemzetközi definíció van, és én nem tudom, hogy a kedves nézőket érdemes ezzel terhelni. Van egy számszerű, ami magában is a ritkaságot fejezi ki. Azt mondják, hogy 2000 az ritka betegség, aminek az előfordulási gyakorisága nem több, mint 2000 lakosra, átlag lakosra egy. Na most ez egy szám, és ez egy száraz szám, ami önmagában nem fog semmit sem mondani. Viszont az már valószínű, hogy inkább, hogyha azt mondom, hogy körülbelül 6 és 8 ezer közötti genetikai betegség létezik, melyeknek a túlnyomó többsége ritka betegség. Ezek között van olyan, ami relatíve gyakori, Magyarországon akár néhány százon belőle, de lehet annyira ritka is,
hogy egész Európában van néhány száz belőle, hogy annyira ritka is, hogy egy-egy az egész világon. Most, hogyha ezeket összeadjuk összességében, ez egy becsült adat, akkor körülbelül úgy hisszük, hogy Magyarországon, csak Magyarországon, és ez áll Európára, hogy körülbelül 10 milliós populációra 4-500 ezer beteg jut, ami viszont már egy elég nagy szám. Pécs 5. éve csatlakozott ehhez a világnaphoz. Miért tartotta a város, illetve az orvoslással, vagy akár más szektorokkal foglalkozó emberek csoportja, hogy megemlékezzen erről? Én azt hiszem, hogy ez egy tradíció, amit a nemes elődöktől vettünk át, indultunk el az ő nyomdokain, mélyes professzorok, osztályi professzorok, hogy említettem ezeknek a betegségeknek a messze nagyobbik hányada, 85%-ra becsüljük, genetikai eredetű, tehát ők a nagy genetikusok, akik valamikor ennek az egésznek az alapjait lerakták Magyarországon, Európa szerte, és ezek úgy összetartottak általában, ezek a genetikusok, akik ezt a szakterületet művelték, és majdhogy nem egy ilyen lelki vágy, hogy csatlakozzunk mi is ez a dologhoz. Úgy döntöttünk, és szerencsére elég jó fogadtatásra talált ez több, tehát nem csak a genetikai intézet értelemszerűen több más is csatlakozott hozzánk. Milyen módon lehet megünnepelni egy betegséget? Hát én tulajdonképpen nem tudom, hogy jó szó-e az, hogy ünneplés. Minden éven más, választanak egy szlogán, nem mi, ezt az amerikaiak. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ebben is az amerikai tudomány, az amerikai társadalom az, amelyik szószóló is egyfajta determinás, hogyha használhatom ezt a szót. Minden évben az amerikaiak találnak ki egy szlogent, és tulajdonképpen a fő cél ezzel az, hogy fölhívják a figyelmet. Egyre jobban hívják fel a figyelmet arra, hogy ez mennyire fontos, mennyire nagyszámú a politikai körök figyelmét felhívni az, hogy kérem, az, hogy mi nem látjuk, mert tolókocsiba kerül, nem látjuk, mert például egy súlyosan halláskárosított valakit, és ezt Pécset nyilván nem véletlenül mondom, ha ránézünk, egy gyönyörű megjelenésű valaki lehet, és nem tudjuk, hogy valójában van egy ritka betegsége. Ritka betegség lehet nagyon súlyos, lehet kevésbé súlyos, de azt hiszem, hogy pont elég annak, aki ezt hordozza. Nos, tehát a cél az, hogy fölhívjuk a figyelmet politikusoknak, általában a társadalomnak, úgyhogy ez nem is inkább ünneplés, hanem egyfajta összefogás. Az idei szlogán is valami ilyesmi volt, nehéz lefordítani magyarra, hogy csatlakozz hozzánk, hogy együtt hallassuk a ritka betegek hangját. Úgy tudom, nem csak orvosokból áll ez a fajta csoport. Kik vesznek még benne részt, milyen foglalkozású, hivatású emberek? Hogyne, és ez nem csak hivatás kötött. Tehát azt mondják egyébként, hogy ez mennyire szerencsés, vagy mennyire nem, tehát hogy három érdekcsoport van képviselve a ritka betegségekben. Egyrészt maguk a betegek és családtagjaik. Ne felejtsük el, azt hiszem ez trivialitás, de nem árt fölvinni a figyelmet, hogy akkor, amikor ugye én az előbb említettem, 4-500 ezer többségében ezek gyerekek, a betegségek nagyobbik hányad a gyerekkorban elkezdődik már, ugye ezeknek mindegyiknek van anyukájuk, apukájuk, tehát az már rögtön egy megtriplázódó szám, és az egész magyar társadalmat nézzük, akkor már rögtön egy relatíven nagy szám jön. Tehát egyrészt az egyik csoport maguk a betegek, és ők nagyon gyakran szerveződnek ilyen civil szervezetekké, például a Rett szindróma társaság, most csak egyet kiragadtam. Ez az a világon mindenütt szokás, egy nagyon-nagyon jó iniciatíva, mert összefognak, tájékoztatják egymást, te figyelj, hallottad ezt, hogy így jártál, úgy olvassuk, stb. Tehát egymást nagyon jól tudják tájékoztatni, és az érdekeket képviselni. Ez az egyik. A másik, ahogy ön is említette, az orvosok és a tudós társadalom. Egy nagyon érdekes dolog ez, hogy a ritka betegség ugye nagyon jó kutatási terület is, bármennyire furcsán csenghet ez esetleg a nézők számára. Ugye a tudományos kutatásokat az átlag ember úgy asszociálja, hogy patkányok, állatok, ilyen-olyan modellek, in vitro kísérletek, stb. És el kell mondanom, hogy nagyon sok emberi betegség nem modellezhető. Ugye hiába próbáljuk egy patkány vagy egy egérkének a génjét kiütni, eleve nem ugyanaz a génkészletünk, ugye? Hát nyilvánvaló mindenki számára, hogy oka van annak, hogy mi emberek vagyunk, és ők egerek. Tehát nagyon sok génnek hiába csonkítjuk meg, úgy mondjuk, hogy ütjük ki, ő benne semmiféle megjelenés, úgy mondjuk nem jelent semmiféle fenotípust. És a géneknek egy nagyon nagy hányadának a működését úgy értettük meg, hogy megtudtuk, hogy a ritka betegben mit okoz.
annak a génnek a hibája, azaz következtetünk arról, hogy mi annak a génnek a funkciója. Tehát a másik csoport, még egyszer, a orvosok, kutatók csoportja, és hát, ahogy említettem, úgy szintén felületesen, a politikai körök. Ugye ez nagyon-nagyon lényeges, mert sok minden politikai döntés. Magyarországnak 3 éve van ritka betegség nemzeti terve. Tehát ezt össze kell fogni, ami még egyszer vezetői, felső, legfelső vezetői döntés. Egybefogni, pénzt kell tenni mögé, hálózatokat létrehozni, stb. Tehát ez a 3 csoport, amelyik elsődlegesen érdekelt. Meleg Béla professzor úr, köszönöm a beszélgetést. Nagyon köszönöm én is. Díjazták a legjobb fotókat a Pécsi Érték Nekem elnevezésű fotópályázat zárásaként. A Pécsi Értéktár Bizottsága még tavaly ősszel hirdetett pályázatot a Pécs épített természeti szellemi kincsei vagy személy kategóriában. Több mint 200 fotóból kellett mintegy 100-at kiválasztani a zsűrinek. A pályázók maximum 3 képpel jelentkezhettek, amelyből egy lehetett sorozat vagy montázs, amely maximálisan 5 fotót tartalmazhatott. 3 kategória közül lehetett választani, úgy mint fénykép, fotomontázs és tinédzser kategória. A zsűri által véleményezett legszebb pályamunkákat a Pécsi Önkormányzat pénzjutalomban részesítette. Fénykép és montázs kategóriában Ruprecht Judit munkája kapta meg az első helyezést, tinédzser kategóriában a 13 éves Minoris Dóra adta be a legjobb pályázatot. A megmérettetésre más hazai városokból és Pécset tanuló külföldi diákoktól is érkeztek képek. A díjátadó ünnepséget a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as termében tartották hétfőn este. A Pécsi elhízás elleni mintaprojekt kiterjesztéséről, szakmailag ellenőrzött mobil alkalmazás kifejlesztéséről és a gyermekvárás időszaka alatti felvilágosító munka kifejlesztéséről döntöttek az Összefogás a gyermekek egészségért programban résztvevő szervezetek szakemberei. Az Összefogás a gyermekek egészségért program, amelyel a hazai gyermekegészségügyel foglalkozó szakemberek a kisgyermekkori egészséges táplálás mellett teszik le a voksukat. A program legnagyobb eredménye a PTLKK Gyermeknékán Magyarország első regionális gyermekprevenciós központ átadása, amelyre 2015. novemberében került sor. Hosszú távon az a cél, hogy a pécsi program eredményei alapján a prevenciós tevékenység tovább javuljon, és később a mintaprojektet kiterjesszék országszerte a résztvevők. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulójára emlékévet hirdetett Pécs február 25-től, vagyis a kommunizmus áldozatainak emléknapjától egészen november végéig ünnepségekkel, előadásokkal emlékeznek az 56-os eseményekre a városban. Kitűzték az önkormányzat épületére a forradalom jelképének számító lyukas nemzeti lobogót. A programok összeállításában részt vett a pécsi 1956-os diákparlament akkori elnöke Debreceni László. Annak idején volt 2000 egyetemista Pécsett, ez egy hadsereg. Volt eszme, volt cél, nemes cél, és hát tettük, amit megkövetelt a haza. Hát most az emlékbizottság keretében engem a polgármester úr nyilván azért hívott meg, hogy olyan gondolatokat, ötleteket hozzak és gazdagítsam az egyébként evidens programokat, amiknek hát igyekszem eleget tenni. Bizonyos napokhoz kötjük az események zömét, de vannak ebben mecseki járőrversenyek a mecseki láthatatlanok nyomában. Van ebbe ünnepi diszhangverseny, a Pannon filharmonikusok fognak előadni egy csodálatos forradalmi szimfóniát. Vannak ebbe emléktáblák, az élők és a holtak megtisztelése. Mindenek előtt az ifjúságot szeretnénk mozgósítani. Több mint 25% engedménnyel árusítja a pécsi zöld komposztot a Biocom Nonprofit Kft. Mindhárom pécsi lakossági udvarában, egész márciusban. A pécsi zöld komposzt helyi termék, kiváló minőségű, kizárólag növényi eredetű alapanyagokból készült.
A komposzt akciós áron megvásárolható a Biokom Pécs Eperfásút 3-as szám alatti és a Szigeti tanyán lévő lakossági hulladékudvarban, valamint a Postavölgyi Zöldpont gyűjtőudvarában. Minden egyes telephelyen megtekinthető a kiállított minta, valamint a termék összetételét és a felhasználás módját ismertető vásárlási útmutató. A komposzt értékesítési akció időtartama március 1-től március 31-ig tart. Eddig 500 egyéni versenyző, több mint 100 váltó és 40 kerékpáros nevezett az idei évadnyitó Pécs-Harkány országúti futóversenyre. Tavaly a ragyogó napsütésben 1102 fő vett részt a 25 kilométeres futáson. Nevezni még lehet személyesen a PVSK irodában szerdán és pénteken, de a futóverseny előtt a helyszínen is. Váltóbot és kerékpáros előfutam, idén ez a két újdonság lesz a Pécs-Harkány országúti futóversenyen. Tavaly a ragyogó napsütésben 1102 fő vett részt a 25 kilométeres futáson. A távot egyéni versenyzők és csapatok, valamint családok is teljesíthetik. Tradíció, hagyomány, 32. alkalommal rendezzük. Nagyon kellemes kötelességnek érezzük, hogy ne szakadjon meg a hagyomány, és hát örömmel mondhatom, hogy egyetlen egy év sem maradt ki, és továbbra is hosszú távon gondolkodunk a rendezvény bonyolításában. Én azt hiszem, hogy a sportkedvelőknek, futóknak nagy örömet szerez ez a verseny. Már most látszik, hogy nagy az érdeklődés. Akinek a maratoni futásban szintet kell teljesíteni, annak a legjobb felmérő verseny lesz. De akinek már megvan a szintje, az is láthatja, hogy hol tart a felkészülésben. Természetesen ez utóbbi igaz az amatőrökre is. A táv 25 kilométer. A maratoni futóknak ez egy nagyon jó felkészülési verseny. Többek között a mi versenyzőnk Szabó Tünde is, aki már teljesítette az olimpiai szintet. Ez lesz az első szabadtéri versenye. Ez a 25 kilométer többnek tűnik majd, mert emelkedők, lejtők tarkítják az útvonalat. Nevezni még lehet a versenyutca 11-es szám alatt található PVSK irodában, szerdán és pénteken, 11 óra 30 és 13 óra között személyesen, de a www.pécsharkány.hu címen is. A 32. Pécs-Harkány országúti futóversenyi rajtja március 6-án vasárnap 11 órakor lesz a versenyutcában. A távot Sági Ferenc teljesítette eddig a leggyorsabban, még 23 évvel ezelőtt. Ő akkor 77 perces útvonal csúcsot állított be. Szerdától péntekig a Miskolci Generáli Arénába rendezik meg a női kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjét. A résztvevő csapatok bajnoki szereplését figyelembe véve szinte lehetetlen megjósolni a végső győztest. A címvédő és a bajnokságban listavezető az Euróligában a csoportkörben kiesett Sopronra már a szerdai negyed döntőben nehéz feladat vár, ugyanis a Pécs Péccsel találkozik. A pécsi lányok a bajnokságban egyedüliként tudták legyőzni a Sopront hazai pályán. A tavalyi kupadöntőben ezüstérmes DVTK hazai környezetben szeretne egy szinttel feljebb lépni. Ehhez először a Zalaegerszeget kell legyőzniük. A Győr egy évvel ezelőtt házigazdaként a negyedik helyen zárt. Völgyi Péter irányításával a gárda folyamatosan fejlődik. Ennek köszönhetően 12 győzelemmel és 4 vereséggel a második helyen áll a bajnokságban. A győriek a Szexárd együttesével találkoznak 8 között. A tavalyi kupa kiírásban a bronzérmet szerezte meg a Pink Pécsi 424, amely a későbbi győztes Soprontól kapott ki az elődöntőben. A Pink akárcsak egy évvel ezelőtt, ezúttal is a Cegléddel csap majd össze a negyed döntőben. Híradónk végén főbb témáink egy-egy mondatban. Két új oktatási központa a PTL-nek, elméleti és gyakorlati tudást gyarapít. 60 éve tört ki a forradalom, egész évben 56-ra emlékeznek Pécset. Hétvégén Pécs-Harkány 32-szer, 500 egyéni, több mint 100 váltó és 40 kerékpáros nevezés eddig. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!